Tisztelettel köszöntöm Önöket! Mai vendégem házi orvos. Van rendes, hagyományos, igazi praxisa, meg van egy amolyan virtuális, ahol 70 000 páciensen van, ha úgy tetszik. Voltak éppen, amikor baj volt, és az elmúlt években azért volt baj, akkor éjjel-nappal rendelkezésre állt. Volt saját, ha úgy tetszik, saját maga által kifejlesztett praxisa arra, hogy hogyan érdemes a Covid ellen védekezni. Amikor még nem volt divat, akkor azt mondta, hogy használjon mindenki maszkot, amikor még nem volt divat, akkor azt mondta, hogy használjon mindenki immunerősítőt, és hát úgy látszott, hogy mennek utána az emberek. És azóta is úgy látszik, hogy egyfajta társadalmi kérdésekben hangadó személyiséggé vált. Ezek mellett számtalan dolgot csinál még, író, költő, forgatókönyvíró, mint kiderült, tulajdonképpen grafikus is. Ideje, hogy megismerkedjünk vele. Íme. Dr. Mangó Gabriella, házi orvos, természetgyógyász, 7 gyermekes családanya. 1990-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. Előbb egy kórházi belgyógyászat osztályán dolgozott, majd 1992-től házi orvos. 20 éve foglalkozik a különböző természetgyógyászati ágakkal, akupresszúrából, majd füladdiktológiából vizsgázott. Könyvet ír Természetgyógyászat kontra orvosi gyógyászat címmel. Verseket ír, Kávémonológok címmel nemrég jelent meg új kötete. Kezdeményezésére idén adták át első ízben a házi orvosokat kitüntető Richter érdemérmet. Idén elnyerte a leginspirálóbb hétköznapi hős díjat. Voltak éppen csak kapkodom a fejem, hogyha ezt így végighallgatom, és mindezen közben ugye azzal kezdtük, hogy 7 gyerekes családanya. Tehát igen. Azért, hogy hogyan van erre időd, azt őszintén szóval elképzelni nem tudom. Ezért valami magyarázatot hadd fűzzek, lehet, hogy ezt én össze fogom keverni, mi ugye nagyon sokáig magázódtunk, igen. Csak azért is, mert igen. Adásban találkoztunk. Így van, csak. Így van. És aztán volt egy alkalom, amikor összetegeződtünk, és azóta ez így van, de néha össze. Felejthetetlen volt, úgyhogy. Ugye? Szóval, hogy az idő. Hogy lettél házi orvos, miközben családanyának készültél? Az a kettő együtt önmagában is nagyon sok nő számára nehézséget okoz. Abból a szempontból a háziorvosi szakma nagyon jó, hogy ott az orvos magának osztja be az idejét. Amellett, hogy ugye legtöbbször látjuk, egy faluban ebbe egy kényszer is belevezetett, mert ott legalább adtak szolgálati lakást. Tehát annak idején az első férjem még egyetemre járt, én 5. év végén szültem meg az első gyerekünket, a 6. évat 1 gyerekkel csináltam végig, és akkor a belgyógyászati osztályra is Salgótarjánban kezdtem, ott is kaptunk szolgálati lakást. Tehát ez nagyon meghatározta azt, hogy orvosként hova megyek dolgozni. Csak aztán, amikor a belgyógyászati osztályon, egyébként mindig kerestem a munkát mindenhol, ha éppen az osztályon nem volt, akkor kerestem a sürgősségiben, tehát akkor is ilyen hiperaktív személyiség voltam, és rájöttünk arra, hogy hát abból az egy belgyógyászati fizetésből nem érünk meg, és ezért kimentem házi orvosnak, amit meghirdettek nem messze az anyósom, akkori anyósomnak a lakhelyétől, hogy ő be tud majd a gyerekbe segíteni, és a másik, hogy akkor úgy gondoltam a házi orvoslásra, hogy ha majd valamit nem tudok, mert ugye belgyógyászként azért a reumatológia, pedig azért nagyon sok reumatikus megbetegedés van, vagy akár szemészet messzebb áll egy belgyógyászati osztálynak a profiljától, akkor majd visszahívom a beteget másnap, és addigra majd megnézem, hogy majd mit fogok neki adni, vagy mit csinálok vele, és akkor rájöttem arra, hogy ez nem megy. Tehát, hogy ott vagy, van egy 80-as, 90-es beteglétszám, aki naponta ellátsz, ugyanakkor ellátod az ügyeleti funkciót, volt, hogy a gyerekért kellett volna mennem az óvodába, és mondtam ott az asszisztensemnek, hogy most elmegyek a gyerekért az óvodába, és bejött egy hívás, ki kellett mennem egy szívinfarktushoz. Ott vártam a mentőt, még megjön, még át tudtam adni a beteget. És utána visszamentem a rendelőbe, és akkor 6 óra körül felhív a szegény Dajka, vagy itt ülök a gyerek. A gyereket hazavigyem, vagy hova vigyem. Tehát azért meg kell mondjam, hogy a maga az orvosi hivatás az mindig a családtól veszel. Tehát bármelyik oldalát is választjuk ki, de házi orvosként megtehettem azt, hogy a 4 órát lerendeltem, és utána volt, hogy beteggel mentem, a beteg látogatásra a gyerekkel mentem ki, vagy a beteg volt a gyerekem, akkor a kocsiba beraktam, akkor esetleg a rendelőbe kerestem neki helyet, vagy felvettünk egy nénit dolgozni, aki vigyázott addig a gyerekre, amíg én elmentem a betegeket gyógyítani, mert, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb problémája most itt az egész átalakításnak, ami zajlik, hogy a házi orvoslásban nagyon nehéz megoldani a helyettesítést, pláne kis falvakban. És ott azért az orvosnak a jelenlétére, én voltam olyan településen, ahol nagyon magas volt mondjuk az erőszakos cselekményeknek a száma. Ott szinte napra készre kellett lenni. Dolgoztam olyan településen, ahol hétfőn reggel 7-től, szombat reggel 7-től én voltam az ügyeletes és az orvos, az egyetlen elérhető ember. Ez a nem tudom hány órás munka, mert ez munka volt, és éjszaka is hívtak. Gyereket szoptattam, kimentem a beteghez, visszamentem, megint szoptattam, keltem. Én körülbelül 30 éve nem alszom nagyon végig az éjszakákat, de például ez egyetlen egy nap nem számít be a nyugdíjrendszerbe. Tehát nagyon érdekes helyzeteket hozott az élet, és azt gondolom, mindig a feladat adja az energiát ahhoz, hogy azt a lécet megint meg tud ugorni, és azt át tud lépni. Nincs benned olyan, hogy megint csöng, hagyjanak már békén? Előfordul, de akkor arra gondolok, hogy ha nekem, én vagyok a másik oldalon, és ott vagyok kétségbeesve, akkor egy jó szó az rengeteget jelent. És én is kerülhetek olyan helyzetbe, igen, hogy nekem lenne arra az egy jó szóra szükségem. Akkor pedig nem pont ezt kérjük számon állandóan az egészségügyen, az empátiát például, hogy ne egy karton legyünk, vagy most ugye a digitális korszakban már betegút legyünk, hanem hogy lássák azt az embert, aki ott van, és aki ül a műanyag széken 10-valahány órája, és várja, hogy ellássák mondjuk. És most legalább, ha már nem tudják ellátni, akkor egy jó szót szóljon hozzá valaki. Így van. Abszolút igazad van ebben, és éppen ez volt az egyik posztom témája, hogy lehet-e vajon az empátiát tanítani. Annak idején, mikor volt egy nagy autóbalesetem, és az nekem nagyon sokat, egyrészt fejre estem, utána kezdtem el írni rengeteget. Jól hatott rád a fejlesés. Jól hatott a dolog, 1000-ből egy maradt meg, és megmaradtam. És képzeld, mikor éjszaka még én voltam a legjobb állapotban lévő, mert nekem csak össze kellett vorni a fejemet, egy epidurál hematomám volt, csak szerencsére kifelé vérzett, ezt a szakma tudja, hogy mit jelent. Ott feküdtem az ágyon. Többieket pedig üdvözöljük, nyugodtan kikapcsolhatják, a többieknek nem szól a beszélgetés. Nem, mit jelent? Tehát gyakorlatilag ez a picikerés, ami az agyat körbe veszi, ez az 1 mm-es tágasságú rész, az, ha bevérzik, ott helyben meghal valaki, összenyomja az agyát a vér, ami oda befolyik. Szerencsém volt, hogy kitörött az agyam, és kifelé vérzett, tehát az autóbalesetből ez így sikeredett úgymond kiszállnom. A nagygyerekem most mondta el, hogy az a kép, ami ott fogadtam, mert ők ott voltak velem, ők kirepültek akkor az autóból, szerencséjükre mondhatnám, és sérülés nélkül megúszták, hogy én lógtam az autón, és közben a kulcsukon, az ajtó kulcsukán fogyott ki a vér. Jaj. Tehát azért mondom, hogy ott kemény helyzet volt. Hány és ott engem 9 éves volt a legnagyobb, és 5 éves és 4 éves gyerekek. Ezt a képet viszi magával, és most mondta. És hozza magával, és ezt most mondta el, így van. Külön mentőben is szállítottak bennünket, és ez egy nagyon érdekes dolog. Oda jött egy mentős, én persze ugye sérültem egy kicsit, megkérdezte, hogy hívnak, és akkor gondolkodtam, hogy hát Dr. Mangó Gabriella, most van jelentősége annak, hogy doktor mondjam, vagy nem mondjam, hát úgy hívnak, ez így lezajlott belül, akkor mégiscsak ezt mondom, hogy Dr. Mangó Gabriella. És akkor... Milyen hülyeségeken ilyen hülyeség jutott eszembe, és akkor úgy éreztem, hogy ettől úgy éreztem csak, tehát nem láttam, be volt dagadva a szemem, és akkor megkérdeztem tőle, hogy akkor rádöbbentem, azt mondta nekem, hogy a gyerekei túlélték a balesetet, jól vannak. És akkor gondolkodtam, hogy a gyerekeim? Nekem vannak gyerekeim? Oh-oh. És akkor rájöttem, hogy húha, basszus, itt marha nagy baj van, és megkérdeztem tőle, hogy meg fogok halni? És nagyon nagy csönd volt. És azt mondta nekem, hogy nagyon nagy a sérülése, de szerintem túléli. És nagyon köszönöm ennek az embernek, hogy ezt mondta, és ezt minden egészségügyi dolgozónak, és minden bárhol dolgozónak, pedagógusnak üzenném. Soha ne prognosztizáljunk. Nem mondjuk azt egy gyerekre, hogy ebből nem lesz csak nem tudom micsoda. Nem mondjuk azt, hogy magának csak 3 hónapja van hátra. Nem mondjuk azt, hogy hát maga csoda, hogy egyáltalán még most is él. Nem mondjunk ilyeneket, mert a beteg megcsinálja. Ha nekem azt mondják, hogy hát meg fog halni, nyilván mindenki meghal, mert 200 éves természetgyógyást se láttam, meg nem láttam még 200 éves professzort sem, tehát mindenki egyszer oda jut, de nem pont akkor biztos, hogy megcsinálom. De így túléltem. Tehát megkaptam utamvaló az ennyire hiszel abban, hogy amit gondolunk kimondott a saját állapotunkról, vagy amit kimondunk magunkról, az úgy lesz. Covid. Volt egy betegem, aki az intenzív osztályon volt, mondta, őt ne tegyék lélegeztetőgépre, csak oxigén, és a zárójelentésben leírják azt, hogy nem kért semmiféle nyugtatót, hogy közben tartotta a kapcsolatot a családjával, és a családból bizony ketten-hárman meghaltak Covid-ban, vagy nagyon rossz helyzetbe kerültek. És minden egyes rossz hír az ő labor eredményeiben másnap meglátszódott. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Tehát ez egy olyan kinyilatkoztatása az életnek. Sok ilyen eseted van, ami a gondolkodásmódodat befolyásolta? Azt gondolom, hogy mindig ilyeneket sodor oda az élet, amikor szükséged van rá, hogy több legyél. Nem az van, hogy ezeket te észreveszed? Minden zárójelentést végigolvasok, amit hoz a beteg, és ebből tanulok a legtöbbet. Azt gondolom, hogy a házi orvosoknak nagyon fontos szerepe van most például a betegmenedzselésben. Az, hogy eldöntse, hogy az várhat az a betegség, a tünet valameddig, vagy pedig gyorsítani kell a folyamaton. Ha gyorsítani, kihez küldjem? Ha elküldtem és megjött az eredmény, én azzal egyetértek-e, a beteg állapotával egyeztetve, megismerve a beteget, vagy elküldöm még egy szakorvoshoz, hogy hova? Igen, igen, tehát hogy meg kell találni azokat a kapcsolódási pontokat, ahova tudom. Várj, ez hogy, mert nekem volt egy zseniális háziorvosom, azért merek róla beszélni, mert sajnos már nincs köztünk, tehát már dr. Urai Klára, akkor meg is nevezem. És ő úgy működött, hogy ha valamit gondolt, akkor azt mondta, várj, telefonálok. És akkor felhívott egy orvost, aki konzultált, azt mondta, és oda küldeném. Te is így működsz? Tehát úgy írod a beutalót, hogy már tudod, hogy kihez küldöd név szerint? Igen, van így, hogy olyanhoz küldöm, és van úgy, hogy mondjuk oda szólok a helyi kórházban az illető orvosnak, hogy miért szeretném, hogyha megnézni. Tehát ez nem úgy működik, hogy itt van egy beutaló, keresen egy orvost hozzá. Nem. Van, amikor mostanában megmondom őszintén, hogy nagyon hagyományos beutalót viszonylag keveset írok. Olyan értelemben, hogy rábízom a rendszerre, majd valamikor bejut. Miért? Vagy ha rábízom a rendszerre, és 5-6 hónapot kell rá várni. És azt gondolom, hogy a diagnózissal nem várhatunk 5-6 hónapot. És ha nem gyorsítani kell, akkor nyilván, hogy sürgősségre fogom kérni. Mert azt gondolom, hogy például egy kardiológus, ha azt mondja valakinek, hogy meg kell nézni a nyaki erét, akkor az egy év múlva, ha időpontot kap egy ultrahangra. Hát köszönöm. Hát köszönöm szépen, így van. Tehát ezeken mindenféleképpen itt az józan paraszti ész, a beteg állapota, a beteg a legfontosabb ebben az egészben. És a Richter érdemérem is, nagyon örültem, hogy kiírtátok, ez nagyon fontos. Ez óriási dolog, ez egy fantasztikus dolog. Kiharcoltál egy díjat. Igen, két év munkája volt, és megérte abból a szempontból, hogy itt az látszódott, és az jött elő, több mint 90 pályázat jött be, és szakmai munka, hogy a háziorvosi praxisban rengeteg sok potenciál van, nagyon-nagyon sok tapasztalat, tudás halmozódik föl, ez használni kellene. Nagyon költséghatékony lenne mondjuk a háziorvosokkal való gyógyítás. Én mindig próbálom először a beteget meggyógyítani. Tudnátok többet tenni, mint sokkal többet tudnánk tenni. Tőletek? Így van, csak megfelelő módon fel kellene szerelni a háziorvosi rendelőket. Én például nagyon örülnék Bokakar-index mérőnek, az kb. 1.500.000, ez az érszűkület korai kimutatására szolgáló készülék. Nagyon örülnék, ha lenne egy ultrahang, nem azért, mert ultrahangos szakorvosnak képzelem magam, hanem azért, mert hogyha te bejönnél egy hasi panasszal, akkor rögtön tudnám azt, hogy hova küldjelek, hogyha ránézek ultrahanggal. Epekövet nem látok, vesekövet nem látok, akkor gasztroenterológiára küldöm, vagy sebészetre, hogyha esetleg olyan a hasa a betegnek a tapintása. Tehát hogy néhány kórházi körön belül lennénk. Abszolút, rögtön. Abszolút, tehát meg tudnánk spórolni. És a kórház a legdrágább, azt szokták mondani. Egy csomó kört, tehát nem diagnózis felállítására, hanem diagnosztikai eszközként való használatra nagyon sokat jelentene. Vagy ha nagyobb lehetőséget kapnának arra a háziorvosok, hogy például fizikoterápiára küldhetnék beteget. Ez sem lehet most. Vagy be kell küldenem a belgyógyászatra, ha mondjuk kiveszik a veséjét, mellékvesekérgét, hogy hormonokat nézzen. És akkor a belgyógyász tőlem kérdezi meg, hogy ő milyen hormonokat nézzen meg. Tehát, hogy, de én nem tudom megnézetni, mert nincs hozzá jogosultságom. Nagyon-nagyon sok mindent meg lehetne csinálni, de visszatérve még a balesetemre, és bekerültünk a kórházba, és bizony mindig éjszaka fáj minden a legjobban, ott állandóan nyomták a csengőt, a többieket aznap műtötték gerincsérve, nyomták a csengőt a nővérnek, férfi nővér volt éppen, aki már, mi voltunk a legutolsó kórterem, már a 6. csengetésnél azt mondta, hogy nem igaz, hogy maguknak van mindig bajuk, mikor maguk az utolsó kórterem, és ide kell a legtöbbet szaladgáljak. És akkor megkértem, hogy legyen kedves, üljön már ide az ágyam mellé. Mondtam, ne haragudjon, én orvos vagyok. Ha tehetném, én most szívesen átvenném az ön műszakját, és szívesen szaladgálnék ön helyett. Tehát nagyon sokan, akik az egészségügyben, akik dolgoznak, nagyon könnyű elfásulni, mert az, hogy hát most fáj a fejem, hát most itt fáj, ott fáj, nagyon sok panaszba bele lehet úgy fásolni, hogy mindenkinek fáj mindig valamiért. Hát azért vannak ott. Így van, de ezért vannak itt, különben nem lenne munkatárgya, hogyha nem lenne ugye beteg, nem lenne munka. De az a beteg ember, az mindig kiszolgáltatott. És ott tanultad meg a kórházban? Nem szabad. Én előtte is empatikus voltam, de utána a másik oldalt láttam, hogy mennyire nagyon kiszolgáltatott tud lenni a beteg. Például nekem 6 hét után derült ki, hogy volt egy nyakcsigolyatörésem, és hiába panaszkodtam, hogy hát nem mozog a fejem, ilyen voltam, mint a... Hát most is ilyen vagyok, biztos, de abszolút, tehát, és utána kaptam meg a nyakmerevítőt, ami azért segített egy kicsit, hogy a nyakam tudjon regenerálódni, de a betegnek mindig ez a következő axiómám, betegnek mindig igaza van. Ha panaszkodik, ha baja van, akkor addig kell keresni. A férfi betegnek is? Ti nők állandóan azzal piszkáltok minket, hogy ami nektek meg sem kottyan, abban mi bele akarunk halni. Nem, ezt a férjem mondta, hogy te, én ezt nem értem. Ti nők állandóan panaszkodtok. A nők. A nők. Mi mindig panaszkodunk szerintem valamin, de sokkal tovább éltek, mint a férfiak. Ez azért van, mert a nők szerintem mindent problémaként élnek meg, a férfiak pedig feladatként. És hogyha feladatként élsz meg dolgokat, akkor neked az a kis kicsúszás, hogy most beteg vagy, vagy lázas leszel, az a feladat teljesítését zavarja meg. Neked a belső struktúrádat zavarja meg, a belső vonaladat. Nekem dolgom lenne, én nem érek erre a hülyeségre. Így van, és ez bosszant legjobban, és ezért mész hát a másik oldalra, hogy panaszkodsz, amikor megbetegszel. A nők, mivel mindig panaszkodnak, ezért könnyebben viselik azt is, hogy betegek. Miért panaszkodnak mindig a nők? Miért? Szerintem a nők rágódnak, tehát ők sokkal inkább lelki megközelítések. Lelkiznek. Így van. Az egy kicsit más. Lehet, hogy jó a megfogalmazásod, vagy jobb, mint az enyém, mondhatom, ez egy elismerés volt. Én panaszkodásnak veszem a saját magam részéről. Tehát, hogy én ha magamat minősíteni, mondjuk magammal nagyon kritikus vagyok, kritikusabb szerintem, mint bárkivel. Jó, nagyon nagy tempót diktálsz, alig tudlak követni. Baleset. Ott álljunk meg egy picikét. Te akkor már házi orvos voltál, amikor ez a baleset történt, régen bőven. Igen. Amikor egy orvos kerül olyan helyzetbe, hogy őt gyógyítják, és napi praxisban mindenfélével találkozik. Tehát ugye nem egy sebész, aki mindig vakbelet vesz ki, tehát hogyha azt mondják, hogy betört a fejed, akkor nézd nagy szemekkel, hogy most mit csináltok. Hanem egy háziorvos mindennel találkozik. Hogy tudja elengedni azt, hogy nem szól bele? Hogy tudja elengedni azt, hogy nem akarja magát meggyógyítani, hogy nem okosabb azoknál, akik ott állnak az ágyánál? Hát egyrészt olyan helyzetben voltam, hogy nem tudtam beleszólni, és igazából gyógyítani nem kellett nagyon semmit, hál' Istennek, mert azt várták meg, hogy vagy meghalok, vagy összevarják a fejem, ennyit kellett dönteni. Nem nőtt tovább szerencsére a vérömleny, megállt a vérzés, és még nem akartak kiengedni a kórházból, mondták, hogy még bent tartanának, amíg ez a vérömleny ott teljesen fel nem szívódik, amit viszont már tudtam, hogy lehet, hogy hetek, lehet, hogy egy hónap, tehát én annyit itt a kórházban nem bírok elviselni, és akkor mondtam, hogy jó, akkor most saját felelősségemre egy hét után azért én hazamegyek, mert a gyerekeimet vissza kellett szerezzem akkor. Tehát ez egy nagyon kemény időszaka volt az életemnek, és azért kellett ez, hogy egyrészt megtapasztaljam a másik oldalt, másrészt, hogy azokat a lelkiismeretfordulásokat, egy vállás például, és itt szerintem nagyon sok embert érinthet ez a dolog, egy vállásban mindenki sérül. Sérülnek a felnőttek, sérülnek a gyerekek, ez megint egy téma, tehát erről is lehet nagyon sokat beszélni. És addig egész végig azzal küzdködtem, hogy miért nem mentem abba a játékba bele, amiben az őseink belementek, anyukám, apukám, így leéljük az egész életünket. Nekünk ez jutott. Így van, el kell viselni, majd lesz jobb, egymás mellé rakott minket az Isten, vagy a sors, vagy bárki, és úgy gondoltam, hogy én szeretnék egy másik fajta életet élni, és ez nekem nem jó, nem érzem jól magam benne, és ha volt férjem, se érzi magát jól benne, mert nyilvánvaló, ha ketté szakad egy család, akkor az, és a gyerekek annak is megisszák a levét. Mennyi olyan család van, ahol együtt vannak, akármelyik fél, apuka vagy anyuka, alkohol, barang bemenekült, tehát ez sem megfelelő. És de volt benned egy borzasztó elkésett fordulás. Persze, emiatt, hogy miért léptem ezt meg, és miért gondoltam, hogy jogom van ahhoz, hogy én az életemben kiteljesedhessek. És akkor a baleset kapcsán, és ebben most nem akarok, elolvassátok a kávémonológba, vagy ha majd esetleg megy színházban, mert megvan a színházi feldolgozása. Felolvasó volt már belőle. Így van, Szalai Krisztával nagyon jó volt. Akkor abban azért úgy, ott történtek olyan dolgok, ami felmentett a lelkiismeret furdalásom alól, a saját magam felé. Hány gyerekkel váltál? 3-mal. És tehát, van 7? Igen, tehát nálunk úgy megy a matek, hogy a férjemnek van 7 gyereke, nekem van 7 gyerekem, és 2-nknek van 10. Jó, ezen majd dolgozom, tehát ez jó. Most nekem hirtelen nem megy, ez egy másodfokú egyenlet számomra. Jó. 3-3 és 4 közös, igen. Csak segítettem. Köszönöm. Viszont, hát ez egy nagyon nagy család, ez egy ilyen... Olaszországban, Szicíliában vannak ilyen családok, csak ott egy ilyen testesebb mamát szokás elképzelni, mamma, aki nagy hanggal rendbe tartja a családot. Neked ez hogy megy? Hát lehet, hogy a hang megvan, tehát elképzelhetőnek tartom, hogy overprotektív anyuka vagyok, valószínűleg tartom, hogy azért a nagyobb második gyerekem föntről a második mondta, hogy anya, miért kell neked mindig mindenbe beleszólni, miért mondod meg, hogy mit csináljak? Hát drága kisfiam, hát egész életem erről szól, hogy bejön a beteg, elmondja, mi baja, megmondom, mit csináljunk, hogy na legyen. De csak a gyereked, tehát nem, hogy neki nincs baja, csak a gyereked. Figyelj, ez ha bármelyik egészségügyi dolgozót megkérdezel, szerintem olyan szociális és társadalmi érzékenységünk van, hogy azt nem lehet elmondani, és ez a munkánkból fakad, vagy a pedagógusoknál szerintem, aki a szociális szférában dolgozik, tehát aki emberekkel dolgozik, ezt viszi magával. A gyereknek is mindig volt egy probléma, meg kellett oldani, és mondtam neki, hogy ne haragudj érte, nem azért csinálom ezt, mert idegesíteni akarlak, vagy nem bízok meg benned, vagy tudom, hogy meg tudod oldani te, de hát nem tudok kibújni a bőrömből, és valahol ezt úgy elfogadta. Próbálok finomabban fogalmazni, hogy lehet, hogy ezt meg kellene próbálnod, nem gondolod, vagy próbálom néha körbeírni, de ezeket meg úgy érzem, hogy ezek meg olyan fölösleges körök egy családon belül, amikor úgyis ezt mondanám egyenesbe, akkor jó, de mégiscsak mennyivel jobban hangzik, mint hogy azt csináld. Tehát, nem így kiadva, hanem hogy mi lenne, ha felhívnád, mi lenne, ha ezt csinálnád. Tehát, erre egy gyerek egy időt el azt mondja, hogy hagyjál már. Igen, ez így van. De visszatérve a Richterre, tehát akkor a potenciál van szerintem a házi orvosokban, amit most esetleg lehet, hogy sokan megriadnak attól a dologtól, hogy esetleg központosítás lesz. Kár lenne azokat a kollégákat elveszíteni, akik emiatt esetleg kiszállnának a gyógyításból. Egyébként is kiszállnak, hát a háziorvosok fele nyugdíjkorhatáron túl van. De még csinálják. Előbb-utóbb azért is kiszállnak, mert megöregszenek. De figyelj, szerintem egy orvos az élete végéig. Muszáj, hogy orvos legyen, mert egész életét úgy töltött el, hogy orvos volt. Jó, de abból nincs az a pillanat, az orvoslásban nincs az a pillanat, amikor túl öreg vagy hozzá. Tehát, hogy nem tudod követni, nem vagy ott a napi ügyekben, nem tudod az új gyógyszereket, ragaszkodsz a régihez, mert azt szoktad meg 50 éven keresztül. Hát ezt utólag megmondom majd, de szerintem ugyanúgy, akik most a gyógyításban részt vesznek, az 5 éves szakmai továbbképzéseket meg kell csinálják, és nagyon komoly tesztekkel is jár ez a szakmai továbbképzés, tehát amikor a legutóbbi szakmai továbbképzésemet megcsináltam, akkor ott voltam Budapesten reggel 8-tól délután 5-ig, hazamentem, kitöltöttem egy tesztet, 9-kor befejeztem, másnap kezdtem ugyanígy, és még a végén tesztet írtunk, és ezek az idős kollégák ezt teljesítik. És azt gondolom, hogy itt az egészségügyi pályamodellet megalkotása lenne nagyon fontos, akár az orvosképzés, hogy megnyitni a kapukat szélesebbre, és ne fizetős legyen, hanem inkább államilag támogatott, és többet vegyünk föl orvosképzésbe. A nővérképzés legyen akár egy ösztöndíjjal lévő nővérképzés, hogy meglegyen a szakember, mert még a törvénymódosításról nem lesz benne több szakember. Hát sőt, a fiatalok nem akarnak menni, és annak is nyilván sok oka van. Lehet, hogy erről is érdemes lenne beszélnünk. Te doktornő vagy Gabika azoknak, akik bejárnak hozzád naponta? Hát ezt nem tudom megmondani. Ahogy szólítanak. Érdekes, hogy a nővéreim úgy hívnak, hogy doktornő. Pedig hát nagyon közvetlen kapcsolatban vagyunk egymással. És beszélgettünk erről is a férjemmel, mert nekem ő egy nagyon jó indikátora, én mindig lebegek, mindig elképzeléseim vannak, ha az utolsó 5 perc lesz, majd szóljál, mert szeretnék valami nagyon fontosat majd esetleg, jó? Hogy ő mindig úgy a földön tart, hogy van az, hogy egyesekkel a telefonban is magázódsz, és jaj, drága Gabika, van akivel meg tegeződsz, és utána valamikor összekeveredünk, hogy most magázódunk, tegeződünk, vagy hogy van. Valahogy lehet, hogy itt a Facebook világa, ott mindig tegeződik mindenki mindenkivel. Itt kicsit a magázódás az úgy elment. Ugyanakkor látom a kommentekben, hogy a kommentelők visszamagáznak, tehát hogy én tegezek le a posztban, és ugyanakkor a kommentelők meg, tehát ez nem egy alá-fölé rendeltségi viszony, mert alá-fölé rendeltségi viszonytól menekültem egész életemben. Nem, hát az a Facebookon elfér egymás mellett mindent. Igen. Nem jelent. Tulajdonképpen a rendelőben ugyanez folytatott. Mondd a te orvosi életedet, a COVID-járvány mennyire változtatta meg, és nem a COVID kezelésére gondolok, hanem a kapcsolataidra. Tehát arra, hogy szerintem legalább annyi időt töltesz el digitális rendeléssel, mint amennyit a valódival. Többet. Tehát gyakorlatilag azért a COVID idején, és még most is van körülbelül minden nap 1–1,5 órás messenger üzenet munkám. Képzeld el. Kérdésekre válaszolsz. Kérdésekre válaszolok. Receptet írtál már? Van, amikor, most várj egy picit, mert ezt nem vettem az adást, hogy jó. Van, amikor, tehát a COVID idején, amikor gondolkodtam, hogy jó, hát én most kérdésekre válaszolok, és a legtöbb messenger üzenet az 297, vagy valahogy ennyi volt körülbelül. Egy nap. Igen, pont aznap vagy utána előtted beszélgettünk veled, és akkor utána jött ez a hullám. 13–14 órákat dolgoztam. Nekem nem volt tévénézés körülbelül 1,5–2 évig, nem volt, hogy most megnéznék egy filmet. És a gyerekeimnek mondtam, és egy ilyen pünkösd volt, hogy most kikapcsolom, ki is írtam, hogy most muszáj 3–4 napot, se hétvége, semmi, nem volt szünet. És egyszerűen nem tudtam megtenni, mert akkor is kértek segítséget. És amikor nem tudod azt, hogy a másik oldalon lévő embernek valóban segítségre van-e szüksége, és azon a pünkösdön talán 4–5 beteget küldtem kórházba, hogy most azonnal hívja a mentőt. Vagy eszembe jutott egy Józsi bácsi nevű, de lehet, hogy rossz a vezeték keresztneve, Józsi bácsi nevű beteg, hogy vajon mennyi az oxigén szintje, és akkor pünkösd ebédkor írom, hogy mennyi most a papa oxigén szintje. Megnézik, és 72, hát azonnal hívjatok mentőt. És már nincs oxigén. Kiderült, hogy tehát nem lehetett észrevenni, egy hét kórházzal megúszta, de valamiért ugye működött az empátia. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok energia megy el erre, de ezért ellenszolgáltatást kérni emberektől, mikor mindenki bajban van, akkor ez egy iszonyú emberi nullaság, és azt gondolom, hogy egy borzasztó nagy szemétség. Azt ugye tudod, hogy egy csomó házi orvosra közben meg panaszkodtak, hogy ki van kapcsolva, meg nem elérhető. Mert nem volt kötelező. Miközben nem rendel, mert nem volt személyes rendelés, de közben elérhetetlen. Ez erre nagyon érdekes példa, ránk is mondják, hogy elérhetetlenek vagyunk. Pedig van messenger üzenetünk, van e-mailünk, van postaláda, van vezetékes telefonunk, saját telefonom, a nővéreknek telefonja, Facebook csoportunk, és azt mondják, hogy nem érnek el, és erre azt mondja az asszisztensnőm, van egy nagyon kedves betegünk, aki ilyen IQ 72-es, de szó szerint férj-feleségként élnek, tündéri, aranyos, imádom, szeretem őket. És azt mondja erre, hogy érdekes, hogy ő mindig elér minket. Tehát, hogy azt gondolom, hogy akik azt mondták, hogy a háziorvos nem volt elérhető, valamilyen módon meg kellett volna találni a módját. Postaláda mindenhol volt, hogy doktornő, doktor úr, kedves asszisztensek, hívjanak föl, megkérni a szomszédot, dobja be. Tehát szerintem ez ugyanolyan, ami miatt arcokat kell adni a házi orvoslásnak, és ezért volt nagyon jó a Richter érdemérem, hogy most van legalább 3 arc a házi orvosok közül, aki mellé oda lehet állni. Nem a házi orvosok csoport, tudod, hanem ott van 3 arc, ott az enyém. Igen, vannak ilyen házi orvosok, és van nagyon sok ilyen házi orvos, hogy ne egy nagy kalapba kerüljünk bele, mert lehet mondani azt, hogy a média, és akkor abban te is benne vagy, és akkor a médiát szíthatjuk. Érted? Pedig tudom, hogy te mindent körüljárva, és nem úgy próbálsz meg mindig műsort is vezetni, mert figyellek, hogy nem állsz oda, kíváncsi vagy, fölteszel olyan kérdéseket, amit én nézők kérdeznék. Ez a dolgom. Ez a dolgod. Csinálod a dolgodat. Ennek ellenére lehet szidni a médiát. Hogyne lehetne. A házi orvosok is csinálják a dolgukat, az orvosok is csinálják a dolgukat, és nagyon sokan dicsérik az egészségügyet, és mondják, hogy én az ellenkezőjét tapasztaltam. Nyilvánvaló, és akkor ez lenne az utolsó 5 percben, mert szerintem lassan úgy időben leszünk. Nem, hagyd rám a műsort, jó? Áthagyom, jó? Azzal én elbajlott, bajlódj a betegekkel, én a műsorra. Figyelj, én nagyon-nagyon örülnék annak, ha lenne egyszer egy olyan nap, amikor pozitívan gondolkodnánk, amikor mondjuk lenne egy olyan híradó, egy pozitív kedd, amikor csak pozitív hírek jelennének meg. Például... Hát nem akarok ebben a műsorban politizálni, van ilyen híradó Magyarországon? Nem a kincstári optimizmus, nem azt szeretném. Azt a hétköznapi ember által megért örömet megmutatni. Nagyon megrendítő volt számomra, amikor a Covid alatt írja egy hölgy, hogy mi karanténban voltunk, és olyan történt vele, hogy a szomszédasszonya, aki mellékesen roma származású, becsöngetett hozzá, beállított hozzá lekvárokkal, meg nem tudom mivel, üvegekkel, hogy most kaptak segélycsomagot, és ő hozna belőle nekik, mert tudja, hogy bajba kerültek. És lerakja csak ide a földre, és hogy nagyon szívesen hoztak. Milyen szép. Milyen szép, igaz? Ez milyen szép történet lenne egy pozitív híradóba? Vagy a pedagógus kiáll és azt mondja, ma dolgodat írtunk történelemből, mindenkinek nagyon jól sikerült, és mindenki sokat fejlődött az előzőhöz képest, most 5-5-ös sikerült szétosztani, de majd a következők, azok majd több 5-ös lesz. Hát ugye ez Magyarországon úgy néz ki, hogy akinek nem sikerült, azt kiemeljük az osztályteremben, és akinek sikerült, az a tiéd 5-ös, hát most mit mondjak erről? Tehát mi azért, és most nem a tanárokról és a diákokról, az országról beszélünk, azért mi így élünk. És ebből nem lehet kiutat találni? Hát neked igazad van, csak nem egyszerű. Egy híradó biztos nem változtatná meg ezt a képet. Én azt akartam az előbb kérdezni tőled, és mondtad, hogy még ezt nem vetted, ezt a kérdést, és azóta gondolkoztam, hogy de voltak éppen mit kérdeztem. Hogy meddig tud elmenni ez a digitális orvoslás? Tehát ha neked írt valaki, vagy ír valaki, te mersz erre receptet adni? Ugye ma már úgy mész ki a dolog, hogy bárkinek írhatsz receptet, a gyógyszertárban megtalálják, mert fölkerül a felhőbe. De lehet ezt így csinálni valóban? Egyszerű dolgokra persze. Tehát, hogy most, ha van egy bőrkiütés, és azt lefotózza, messengeren elküldi, vagy belefotóz a torkába, és látod rendesen azt, amit látnod kellene spatulával. Digitális munka nagyon fontos, és azért nagyon fontos, mert hogyha például nálunk a háziorvosi rendelőben, hogyha én elkapom a Covidot, már 3-szor volt szerencsém, de többet nagyon nem szeretnék belőle, de ha én elkapom a Covidot, és a nővéreim is elkapják, abban a rendelőben nem jön oda orvos, hogy a betegeket ellássa, csak ki dolgozzon. Tehát, hogy egyrészt védeni kell az egészségügyi személyzetet, másrészt, hogy én úgy engedek meg mindig betegeket, hogy zárt ajtók, és akkor van 3 rendelő részem, hogy egy légtérbe 2 méteren belül legalább 4 méter van közöttük, maszk van rajtuk, ma sem. Azért nem, mert valahol, és ez nagyon szintén egy nagyon fontos dolog lenne, és erre szeretném majd a nagy hangsúlyt fektetni, az embereknek az egészségügyi felvilágosítás nagyon kell. Azért, hogy önmagukért felelősséget vállaljanak, és a másikért is felelősséget vállaljanak. Képes lenne úgy bejönni, hogy lázas köhög, még maszkot is mi adunk rá, és beülne azok közé, aki mondjuk csak gyógyszert írat, vagy a cukorbetegsége beállítását beszélni. Nem az a baj, hogy azt nem tanuljuk meg már gyerekkorban akár, hogy az, hogy én nem érzem, hogy ez komoly, hogy nekem nem komoly, az másnak nagyon komoly bajokat okozhat, ha ugyanebbe belekeveredik, mert nem tudjuk a másik egészségi állapotát, meg az a felelősség nincsen meg bennünk, hogy jó, hát én nem vagyok olyan nagyon beteg, csak írjon ki a doktornő, hogy az, hogy nem olyan egy negatív mentalitással élünk, és akkor ezért fontos a pozitív gondolkodás. Szerintem a pozitív gondolkodás erről a szintről fölemel. A belső gondolataid is másmilyenek lesznek szerintem. Tehát, hogyha van egy napod, és azt mondod, fú, hát most ez történt velem, és akkor mindent abból a még esik is kint az eső, és akkor még, és fú, még ez is. Tehát, hogy mindent ebből a szempontból nézel. Ha megpróbálod másként nézni, hogy oké, most ez történt velem, mit kell ebből nekem megtanuljak, mi az, ami amit túl kell lépjek, mi az az érzés, amit belőlem kiváltott. Te és ilyen vagy megtanultad? Szerintem én lehet, hogy az élet szorított rá, nem tudom, szerintem ez jön. Ez tanulható? Biztos tanulható, szerintem tanulható, az önfejlesztés tanulható. Rengeteget olvasok, rengeteget nézek tévét, imádom kedvenc filmem, a Pofa Be, nem tudom, ismered, egy francia, nézd meg, nagyon jó Gerard Depardieu, igen, és Jean Reno. Igen. Már a címe jó. Nagyon-nagyon jó, tehát valami fantasztikus film, és... Tehát azt gondolom, hogy önfejleszteni mindig lehet, de hogyha példaképeket találsz magad körül, az is nagyon sokat jelent. Neked ki van? Példaképem? Akit nagyon szeretek, nagyon szeretem a Beke Zsuzsit. Ő a Richternél a kommunikációs vezető. És azért szeretem, mert ember tudott maradni amellett a pozíció mellett, ahol éppen ő van. Nagyon szeretem a Jakubcsek Gabit, aki szintén ember tudott maradni. Nagyon szeretem a... Most például, ez így hülyén fog hangozni, de van egy beteg, aki 8 általános iskolás, küszködik az életében, és neki az okoz, az egy kapaszkodó, hogy beszélgetünk néha, egy-egy mondattal sikerül neki adnom, és azt ő beépíti és viszi tovább. Tehát nagyon szeretem ezt is. Tehát ha úgy veszem, nekem ő is példakép. Azért jó, amit mondasz, nem furcsa, mert én annak mindig örülök, hogyha egy ember számára nem az ismert emberek a példaképek, mert az ismert ember az egy kirakat voltak éppen, ő ott is él. Egy kicsikét azt látod, amit láttatni akar, és amit láttatnak róla. És hogyha hozzad egy ilyen embert, a 8 általánosával, egy húsvér valódi ember, tehát igazán rá tudsz hatni, és igazán ő tud rád hatni a valóságával. Szerintem ez fontos. Nem tudom, láttad-e az Inspiráló nők, amikor volt, és akkor ott kitettem igazából az oldalamon, ez nagyon érdekes, 92%. Ugye ezt, bocsáss meg, ezt említettük, hogy az Inspiráló nők estjén díjat kaptál. Igen, te adtad át, köszönöm szépen. Hát, nagyon, ez ebből a szempontból másodlagos. És előtte kérdés volt, hogy milyen ruhába menjek. Számomra is kérdés volt, mert mindenki olyan szép volt ott a bemutatkozó fotókon, nem találkoztam nyilván mindenkivel, szép volt, fiatal volt, és úgy voltam vele, hogy úgy szeretnék szép lenni, fiatal lenni, tehát valahol úgy szeretném ezt az estet megélni szépen, meg úgy, hogy méltósággal, meg úgy, hogy csinos is legyek, meg mindenki, gyerekeim büszkék lehessenek rám, akkor kiraktam fotót, és figyelj, valami fantasztikus, tehát, hogy úgy éreztem, ez a töltés ott, ami aztán ki is jött, hogy ezzel, hogy most melyik fotó legyen, és akkor írták a kommentekben az oldalamat látogatók, hogy hú, doktornő, én ezt venném föl, meg köszönjük, Gabika, ezzel ott voltunk veled, és ez egy fantasztikus, ez egy olyan akkora töltést ad, és ők is ugyanúgy azt mondom, hogy inspirálnak engem, tehát, hogy én lehet, hogy segítem őket, és nagyon sok információt kiteszek, és azt gondolom, hogy valahol vezetem őket, én próbálok adni abból, ami vagyok nekik, abban, hogy esetleg ők is egy picit, ha lehet az élet nehezébe, ha belekerüljenek, legyen egy kapaszkodó, legyen egy szalmaszál. Van, aki a családi problémájával fordul hozzám. Van, aki csak amiatt, hogy ő annyira izgul most a laborja, miatt most segítsek. Tehát most is vannak segítségkérők, de emellett ez a közösség. Ott ahogy izgultak azon, hogy most melyik ruha legyen, meg melyik nem, és a kommentek. Annyira fantasztikus közösség, és valahol a közössége szerintem nagyon sokat jelent az embereknek. És a közösséget veszítettük el most valahogy. Lehet, hogy megvan egyfajta közösség, meg van egy másik fajta közösség, de akkor azok utálják egymást, és akkor már a közösségek felbomlanak. Valahol az emberi kapcsolódások szerintem nagyon elvesztek az elmúlt időben. De ezeket a virtuális kapcsolatokat te meg tudod élni? Mert ugye ezeknek a kapcsolatoknak a 70 000 embernek, aki téged követ, a jelentős része teljesen virtuális. Sosem találkoztatok, és sosem fogtok találkozni, hanem így írtok egymásnak, és ugye ha valaki sokat ír, akkor az a kis bélyeg az az arca, ami az írása mellett látszik. Szerintem minden embert, aki ír nekem, nyilvánvaló, hogy nem tudom nyomon követni. Sorsokat tudok nyomon követni, és vannak olyan sorsok, amik beivódnak. És ez az, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, mert az, hogy most a laborleletem ilyen, vagy hogy valaki belekerül egy olyan helyzetbe, hogy van egy tüdődaganata, és akkor megműtik, és akkor ezzel kapcsolatban levelezünk. És tudom, nyilvánvaló ez se jó azért, hogy a beteg valahol kicsit megszűnik, mint individuum, és átmegy egy sorsba, egy tüdődaganatos beteg sorsba. Érted, amit mondani akarok, hogy kiszabadul abból, hogy nevű kis Jóska, akinek van 3 gyereke. Ő egy daganatos beteg. De ő átmegy egy sorsba, igen, így van. Igen. De ettől függetlenül a sorson keresztül mégis van egy kapcsolódási pontunk, és amikor én visszakérdezek, hogy most hogy van, és hogy viseli a kemót, és de jó, hogy rábeszéltem a kemóra, és akkor visszaír egy év után, hogy most már eltelt egy év, és köszönöm, doktornő, jól vagyok, és köszönöm, hogy ezt tette velem, és akkor valahol abból a daganatos sorsú betegből visszakerül oda, és lehet, hogy soha nem találkoztunk, de valahol az élete részhevű voltam. Valamit mindig keresem, az mondjuk látszik az élettörténetedben. Nem keresek, megtalál. Hát valószínűleg megtalál, de nyilván azért talál meg, mert erre te nyitott vagy. Tehát, mint ahogy orvosként egyszer csak nyitottál a természetgyógyász felé, és most ez a kettő együtt jár, hogy orvos-természetgyógyász. Amire sok orvos azt mondja, hogy na jó, hagyjuk már. És sok természetgyógyász meg az orvosokra mondja, igen, hogy igen, hagyjuk igen, már. Igen. Benned ez az egyensúly, ez hogy jött létre? Hát ez is saját példa volt, hogy összeszedtem egy ülőideggyulladást, amiből 6 hét alatt nem tudtam felkelni úgy, hogy képzelj el engem, aki azt mondom, hogy ha ezt arrébb kell tenni, ezt a falat, akkor én elhiszem, hogy képes vagyok arrébb tenni. Vagy ezt az asztalt képes vagyok egy ujjal. Viszont felállni sem tudtál. Tehát gyakorlatilag belekerültem egy olyan helyzetbe, hogy 6 hétig nem bírtam felkelni, nem bírtam ellátni a családomat sem, és akkor rájöttem arra, pedig én, aki hittem abban, hogy mint orvos mindenkit meg tudok gyógyítani, és stb. Tehát én azt is mindig hittel csináltam, és önmagamon nem tudtam segíteni. És akkor azt mondtam, hogy én képtelen vagyok ebben az orvoslásban megmaradni, szerintem ez hazugság. Tehát a másik végletbe estem át. És akkor valamit mégis kellene kezdeni azzal a tudással, ami van ideben. Várj, mi a hazugság? Mire gondoltál? Az, hogy az orvoslás az ennyire jó, mint amennyire én azt gondoltam, hogy jó. Hogy mindent tud. Hogy mindenhatók vagy. Mindenható egy kicsi. Nem vagyunk mindenhatóak, soha nem voltam mindenható, és az orvoslás sem mindenható, de sokat tud, és tud segíteni az emberek többségén. És ebből volt egy kiózanodás abban a helyzetben. Így van, volt egy kiózanodás, így van, és akkor azt gondoltam, hogy ez hazugság az egész. És akkor kerestem az utat, és akkor a természetgyógyászat felé, és rengeteget adott a természetgyógyászat a gondolkodásban, a fent és a lent, hogy semmi nem egyoldalú. Ha innen nézem, akkor ezt az oldalt látom árnyékosnak, ha onnan nézem, azt az oldalt látom árnyékosnak, holott az árnyék lehet, hogy középen van. Tehát, hogy adott egy olyan fajta szélesebb, nyitott perspektívát, ebben el is kezdtem dolgozni, és amikor oda jutottam a természetgyógyászati rendelőmben, mellette elkezdtem ügyelni, hogy ne vesszen el az orvosi diplomám, hogy gyógyszert írtam föl. Akkor azt mondtam, hogy most eljutottam arra a pontra, hogy kiózanodtam abból, hogy ez semmire nem jó, tehát valahol közelítettem oda, eddig megy az orvoslás, a természetgyógyászat eddig, és ezt a részt, ezen a részen voltunk talán eddig, ki lehet szélesíteni a beteg felé. De ezek elvágólagosak? Tehát úgy gondoljunk erre, hogy tényleg ettől eddig orvoslás, ettől eddig természetgyógyászat, és itt van egy választóvonal? Azt gondolom, mert az orvostudomány azért használja a természet képességeit. Ezért mondtam ezt a sávot. Erejét. Ez a sáv itt van középen, amit használ. Ez a közös többszörös. Ez ekkora, szerintem. Ekkora az orvoslás, ez a közös sáv, és itt a természetgyógyászat. Tehát, hogy ezzel egy perspektíva nyílt meg, és azt hiszem, hogy, és nem tudok úgy gondolkodni most a normál orvosi gyógyászatban sem, nyilvánvaló, hogy amit a másik oldalon megtanultam és használok, azt ezen az oldalon sem fogom kizárni. És akkor most kombinálod? Abszolút. Abszolút. És, tehát ezt a gyógyszert tessék bevenni, és ezt a teát tessék inni hozzá, ezt így képzeljem? Ezt úgy képzel, hogy bejön hozzám egy beteg, édes volt, ez egy nagyon aranyos sztori, hogy mondja nekem, jaj doktornő, el kell mondjak valamit. Tehát ahogy elkezdtem, visszamentem orvosnak, 250 fős praxist vettem át, most 1200 fős a praxis létszám, 14 év alatt körülbelül. És olyanok jöttek hozzám, akik kifejezetten igényelték ezt a fajta gondolkodást, vagy a személyes kapcsolódást, vagy valamiféle empatikusabb megélést, mert a természetgyógyászatnál igazából az empatikusabb megélést kapja meg a beteg, aki orvoslás gépiesített világával szemben. És úgy jön hozzám, hogy jaj, doktornő, el kell mondjak magának valamit, mondja. Hát én természetgyógyászhoz járok. Nem mondja. Tehát gyakorlatilag... Most is. Tulajdonképpen most is itt van, és mondja, hogy ezen a részen volt neki egy bőrrelváltozás ezelőtt 4 évvel, és meg kellett műteni, mert semmire nem gyógyult. És most képzeljem el, hogy ugyanaz oldalon van, a másik oldalon egy elváltozás, ellátása, és most akkor ezzel mit csináljon? Most menjen sebészhez, bőrgyógyászhoz, mit csináljon vele? És akkor ránéztem, mondtam neki, hogy szerintem semmi más probléma nincsen, ezt meg ezt az élelmiszert tessék abba hagyni, javítani a bélflórát, és ez helyre fog jönni. És 2 hét múlva visszajött, hogy elmúlt. Tehát, hogy ez a természetgyógyászat nem csak az, hogy, és őperül szól a természetgyógyászat kontra orvosi gyógyászat könyvem, amit én azért a természetgyógyászatnak lehet, hogy betennék tankönyvbe. Ez most lehet, hogy nagyon, nem vagyok nagyképű, nem vagyok elszállva magamtól, én csak a saját értékeimet tudom. Tehát tudom, hogy ez egy annyira jó könyv, amiben a természetgyógyászati ágakat írom le, úgy megközelítve, ahogy tudnék beszélgetni veled mondjuk egy szívinfarktusról, amikor nem használom latin szavakat, hanem elmagyarázom, hogy pontosan mi történik, hogy történik, mert ez a legfontosabb szerintem, hogy partnerré kell tenni a beteget. És hogyha elmagyarázod, én mindig elmagyarázom, most megnéztem a torkát, én azt látom jobb oldalon, hogy kicsikét a mandulája duzzadtabb, ott van rajta 1-2 tüsző, ezért én antibiotikumot írnék föl, de szedje be, mert hogyha nem szedi be, és az van benne baciban, amit én gondolok, akkor ez esetleg a szívet, a térdet, és egyéb szerveit is megtámadhatja. Tehát, hogy ha elmondod, oda teszed, nem csak fölírsz egy receptet és odadod, akkor partneré teszed a beteget. Vagy elmondod neki, Covid alatt érdekes volt, hogy ugye a férfiakat veszélyeztette jobban. Képzeld el, hogy a praxisomban 4 férfi fogyott, átlagban 15 kilót fogytak, volt aki 20-at, volt aki csak 10-et, azért, hogy ők a Covid miatti veszélyeztetettségüket. Féltek. Igen, és képesek voltak ezt megtenni, le a kalappal előttük. Tehát, hogy például egy túlsúlyos embernél hiába mondod, hogy fogyjon le, meg mozogjon többet, hát nem bír mozogni, mert fáj a térde, mert túlsúlya van. Akkor mit csináljon? Hát próbáljon meg hanyatfekve biciklizni fölfelé, a plafon felé a lábával, az is egy mozgás. Vagy próbáljon meg hemperegni az ágyon. Hát ha ennyit tud csinálni, ha 5 percet hempereg, szerintem már abban kifárad, de az is egy izommunka, és az is egy munka. Tehát, hogy, de akkor az rendesen hempergés, nem csak ide-oda vonaglok. Tehát, hogy megtalálni mindig azt a megoldást a betegnek, ami neki a legjobb. Az, amit meg is tud tenni, és ezzel elindítani egy úton, amit utána már ő önmaga fog menni rajta, mintha biciklizni tanítanád. Van egy nagy családod, van egy véget érhetetlen praxisod, és emellett kitaláltad, hogy te, valószínűleg nem kitaláltad, ez mindig is ott volt, de tudsz írni. Mindig is írtál, csak volt egy pont, amikor ez a felszínre került? Mondtam, hogy fejre estem, tehát hogy gyakorlatilag utána kezdtem el írni, és nagyon édes volt a volt magyar tanárnőm, történelem tanárnőm, mindig említem, még élek hálás leszek neki, Hégely Györgyné Margó, hogy neki küldtem el, akkor még nem volt, hogy elküldtem neki e-mailbe. Leírva feladtam a verseket hozzá, amiket egyszerűen elkezdtem verseket írni. És a szép terjengős nagy, tudod, mint a Petőfi korabeli hatalmas képekkel. Jó, hosszú versek, hosszú, nagy kép. Persze. Igen, és majd elmondom a kedvenc versemet. És akkor Margó megkapta, megnézte, kérdeztem, hogy mi a véleménye. És azt mondja, hát Gabi, gondolkodtam, hogy most megmondjam az igazat neked, vagy nem mondjam meg, de volt benne valami. Hát meg lehet, hogyha megmondom az igazat, akkor valami szárnyaszeget madár lesz belőled, és én ezt nem szeretném elvenni tőled, ezért azt mondtam neked, hogy jók, írjál. Ó, Margó, hát mit írjak? Hát már mindent leírtak előttem, ez az Adi, meg a Pilinszki, meg az összes többi, hát már minden jó témát elvettek, miről írjak, ami eszedbe jut, írjál minden nap. És elkezdtem minden nap írni, és egy idő után jöttek a versek, egy idő után a versben a rímek, a vers után a rövidebb képek. Az fontos, hogy legyen rím. És akkor a kedvenc versem az úgy szól, hogy a szivárvány honvágya. Igen. Fehér. Nem írtad túl. Hát nem írtam túl. Tehát lehet mondani, hogy ezek amikor az mondtad, egy minimalizált... Fehér, vártam a folytatást. Jó, hát akkor fehér. Gondolkodj, fehér. De igen, de igen, ez jó. Ez jó, igaz? Mert van egy fehér szín, amiben tulajdonképpen, és mondhatod ott az emberiség. Honvágya. A szivárvány honvágya. Fehér. Ott van a magyar, csak mondjuk a magyar nemzetre, vagy mondhatom az emberiségre, ez vagyunk mi a fehér. És akkor szivárvány honvágya szétbontva, ott van a felvidék, ott van az erdélyi rész, ott van a mindenfelé szétesett magyarság. És mindenkiben ott van az a vágy, hogy valahol egy legyen. Valahol összetartozzunk, egyek legyünk. Minden emberben benne van a vágy arra, hogy tartozzon valahová, hogy legyen egy háttere, legyen egy múltja, mert a múltból jön a jövőnk. És ezt hiszem, hogy ebben a versben az individuum szétbomlása, és utána az összekapcsolódás, az mind benne van. És eljutottam ide, igen, hogy a Pécsi Tudományegyetem dráma és forgatókönyvíró szakát elvégeztem. Úgy mellékesen, miközben rendeltél. Ez a Covid alatt ment, képzeld el. Tehát ez egy fantasztikus volt. Én a Covid alatt pont a 13 órás munka, tehát én szerintem nagyon keveset aludtam, és a családomtól szerintem sokat elvettem, és szerintem még élettörlesztenem kell feléjük azt az időt, amit elvettem tőlük. És ugyanakkor valahol ez a rengeteg sok tragédia, amitől azért hallottam, én képes vagyok azon sírni, hogy egy kutyát elütnek. Képes vagyok azon sírni, hogy kirakják a cicákat az útra, és mindenkit hazavinnék. Tehát nagyon nehezen viseltem ezeket a tragédiákat, mikor meghalnak emberek, és úgy érzem, hogy meg lehetne őket menteni, és a tehetetlenség az borzasztóan ki tud akasztani. És valahol ezt fel kellett dolgozni. És akkor kezdtem el a forgatókönyvírást tanulni. Ez alatt az idő alatt írtam 4 drámát, ami tulajdonképpen filmszínházra várna. Jókat? A Szinetár Miklós szerint fantasztikus. Ő azt mondta, nagyon élvezte. Elküldted neki? Elküldtem neki, 2-t is olvasott. Nagyon élveztem, nagyon tetszett neki, nagyon jó a humora, fantasztikus. Az egyik a Madácsnak a Csák végnapjai, ennek a feldolgozása. A másik a Komlósi Erzsi operaénekesnő életéről, ez egy intenzív osztályon játszódik. A harmadik egy egészen modern dráma, mert annak azt hiszem, hogy a neve... Vattacukor, az egy ilyen osztott színpados. Ez a Beres Péter mondta az utolsó órán, hogy igen, ezek a modern drámák, amikor tulajdonképpen, mintha a kép a képben, tudod, amikor összevágnak a tévébe, van egy osztott képernyő, egyik oldalon te vagy, másik oldalon én, és te is más csinálsz, én is más csinálok, és közben egyszerre mutatják, tehát valahol erről szól a dráma. A harmadik pedig a kb. Monológnak a monodráma átalakítása a színpadi formába, vagy a negyedik, és emellett írtam egy downosokról szóló kb. 50 perces filmforgatókönyvet, megírtam a Menekülés című könyvemet, ami egy ilyen kalandregény, romantikus forgatókönyv valami, és megírtam a Szélcsengő című 12 perces kis játékfilmet, ami tulajdonképpen a család szerepéről szól, és a család szerepéről arról, hogy mikor egy nehéz helyzetbe kerülnek, akkor vajon szétesik a család, odaáll a nehéz helyzetben lévő családtag mellé, mit csinál, abortusz témát érint, spirális szerkezetű, nem lineáris, tehát ez egy nagyon finom kis munka szerintem, a Hutlas a Tamás szerint is, aki odaállt mellé. Ő lesz a producered? Ő lesz a producer, így van, tehát mi keressük rá a pénzt, tehát a Zoom Egyesületen lehet esetleg támogatni minket, hogyha beleférnek. Ez volt az, aminek közösségi gyűjtés. 2 millió forintnál tartunk, így van. December elején még lehet, hogy majd kiteszem újra. Ez komoly, mert azt jelenti, hogy egy csomó ember hisz benned. Hisz benne, ez a film meg is lesz. Ott tartunk most, hogy rendezőt keresünk. Aki rendező elolvasta a forgatókönyvet, azt mondta, nagyon tetszik neki a forgatókönyv, de nagyon kemény. Az ő lelke ezt nem bírja el. Mit tudsz, ami más, mint egy másik orvos? Szerintem nem tudok más. Mitől vagy te más? Valamit keresek benned, amit meg kéne fejtenem. Azt mondtad, hogy az utolsó 5 percet hadd kapjad meg. Ez a pozitív szemléletre szerettem volna. Most vagyunk mondjuk az utolsó 5 perc, de már elmondtad. Úgyhogy most már mehetünk a magunk útján. Szóval azt keresem, hogy van erre mindre időt, hogy vállal az ember ennyi mindent, miközben, hát ugye szoktam mondani, nekem is egy életem van, hát te ezt vastagon kiéled, ezt az egyet. Megéled ezt az egyet, így jó a kifejezés. Azt mondhatnám, hogy ha holnap meghalnék, akkor is azt mondhatom, hogy egy teljes életet hagyok itt, sőt nem egy teljes életet, szerintem nagyon sok teljes életet hagynék itt. Nem akarok meghalni, tehát én nagyon sokáig szeretnék még élni, mert rengeteg sok tervem van, dokumentumfilmek, ezért is tanulok most, például a férjemmel együtt járunk mozgóképgyártás szakra, azért, hogy például dokumentumfilmeket, vagy egészséggel kapcsolatos, egészségügyel kapcsolatos alapismeretekkel kapcsolatos kisfilmeket tudjak majd csinálni, profi módon szeretném, és nem úgy, hogy most felveszem, mert felvehetném a mobiltelefonommal is, de azt gondolom, hogy ennél sokkal többet érdemel meg a téma. Producerek, rendezők, ilyesmik lesztek? Nem, szerintem ugyanúgy emberek maradunk, csak lehet, hogy hozzányúlunk témákhoz. Az orvos is ember, ne felejtsd el, a producer is az. Hozzányúlunk témákhoz szerintem, és hogy mi más egy kicsit, és akkor visszatérve a pozitív kedre, hogy annyira jó lenne, hogyha ha ebben partnerek lennének az emberek, hogy egy keddet kinéznénk, mondjuk a hónap első kedjét, amikor, hogyha eszedbe jut valami negatív gondolat, vedd észre, tehát kicsit tudatosan figyeld a saját gondolataidat, vedd észre, hogyha negatív gondolatod van, valakit kritizálsz, valamivel nem vagy megelégedve, valamiben úgy érzed, hogy hiányt szenvedsz, valamiben korholod magadat, valami dühöt vált ki belőled. Amikor kikerülsz abból a pillanatból, mert azt gondolom, hogy az életnek valahol úgy kellene lenni, még akkor is, hogyha megvannak a nehézségei. Volt annak idején, amikor cipőt nem tudtunk venni a gyereknek, mert nem volt rá pénzünk, és azt kellett várjam, hogy majd már elmúlt ez az idő, meg elmúlt 5 év, hogy megbüntessenek érte, hogy valaki adjon nekem egy kis csúszópénzt. A borítékot, így van, hogy a gyereknek meg tudjam venni azt a cipőt. Hogy viselted a borítékos időszakot? Ugye a 90-es évek ebben topzódott például. Figyelj, háziorvosoknál szerintem ilyen borítékos időszak nagyon nem volt. Tehát szerintem a háziorvosokra soha nem volt jellemző az, hogy borítékot kaptak volna annyit. Szerintem bennünket nem is érintett annyira ez a törvény. De egy édes történet, ezt elmesélem neked, még már ez szerintem volt 25 éve, volt egy szippantós kocsis betegem, aki mondta, hogy doktornő, engem fel kéne venni táppénzre. Van ilyen-olyan bajom, tehát éppenséggel panaszkodhatnék magának, de ez az igazság, hogy én szeretnék elmenni táppénzre. Fölvettem táppénzre, jött a táppénzes papírért, és akkor kirakott nekem, akkor volt a fizetésem 18 000 forint, és kirakott 15 000 forintot az asztalra, hogy köszöni szépen. És akkor én csak néztem, ez volt az az időszak, mikor a gyereknek cipőre nem jutott, hogyha nem kaptam volna, néztem, mondom, ne haragudjon, de hát ez nagyon sok pénz, én ezt nem fogadhatom el. És tudjam, azt mondta erre, ugyan doktornő, ez egy rakomány szar. Lehet, hogy az, hogy így nézed a világot, egy kicsikét van benne egy adag geller, mert van. Mindig van. Igen. Valószínűleg ettől lehetsz másképp működő orvos is. Valószínűleg ettől tudsz drámát írni, mert egy kicsikét más a kép, de mondom, én keresem, hogy mitől vagy más. Téged mit tesz boldoggá? Ha egy szóval kellene válaszoljak, akkor azt mondanám, hogy a másik ember boldogságát legalább úgy meg tudom élni boldogságnak, mint hogyha az a sajátom lenne. Nem vagy irigy? Nem. Kicsit se? Miért irigykedjek? Megdolgozott érte. És mitől vagy szomorú? Az igazságtalanság. Tehát én soha senkinek nem ártanék, és hogyha valaki ezt megteszi velem szemben, vagy ő mondjuk irigy rám valamiért, én szívesen átadnám a 13-14 órás munkát neki, amit végzek sokszor. Az a szíven üt, tudod, mert számomra azt gondolom, hogy az emberek jók. És hogyha az emberek nem jók, akkor is jók, mert hogyha nem lennének jók, akkor én nem az lennék, aki vagyok. És akkor ez egy nagyon fontos mondat szintén, hogy a szenvedés elkerülhetetlen, illetve a fájdalom elkerülhetetlen, de a szenvedés az választható. Mindannyian kapunk pofonokat, mindannyian érnek kudarcok. Az, hogy te ezt mennyi ideig cipeled kudarcként a hátadon, és mennyire fogsz ebbe belerokkanni, vagy pedig ezt a kudarcot cipeled, ledolgozod, feldolgozod, okulsz belőle, tanulsz belőle, és egy magasabb szintre lépve folytatod tovább az életedet. Azt gondolom, hogy valahol ezt a fajta gondolkodást kellene az embereknek megtanítani, és valahol így kellene élnünk, és talán sokkal jobb emberek lehetnénk, mint amik vagyunk. Pozitív kedv, legyen ebből egy mozgalom? Örülnék neki, igen. Nagyon. Most akkor itt ezt meghirdetjük, aztán, hogyha csatlakozna valaki, szerintem az a Facebook közösség elbír még pár százezer tagot, akkor dr. Mangó Gabriellát megtalálják a Facebookon. Én meg köszönöm, hogy itt voltál. Én nagyon köszönöm a figyelmet. Ne csak a keddet, hanem minden napod ilyen pozitív. Nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen, szép estét kívánok mindenkinek. Örülök, hogy velünk tartottak, remélem nem volt hiába való ez az 1 óra, és akkor legközelebb is számíthatok önökre. Minden jót, viszontlátásra!